Kevés pihenőt kaptak az ünnepi időszakban a nyíregyházi játékosok, mivel meglehetősen sűrű hónapok előtt állnak az NKS csapatai. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának második helyén álló felnőtt együttes tagjai úgy készülnek, hogy megismételjék a mindössze egy vereséggel záruló őszi szereplésüket. Jön a második, a harmadik, de hiába szombat, vasárnap volt elkezdtünk edzeni, készülve arra, hogy itt január második hetében már nekünk mérkőzésünk van a Szegeddel, és hogy egy utazós mérkőzésen egy Szegedet soha nem szabad lebecsülni, tehát mindig úgy kell készülni, hogy bármilyen eredmény születhet. Ebből következik, hogy komoly erőnléti edzéseket kaptak, rengeteg futással, rengeteg erősítése, természetesen hogy az elővettük egy idővel a labdát is, hogy ugye azokat a taktika elemeket is gyakorolsuk, ami a Szeged ellen esetleg fontos lehet. Tehát innentől kezdve úgy látom, hogy azért a lányok szépen felkészültek, és várják azt, amikor játszhatnak mérkőzést. Egyelőre úgy tűnik, hogy az év első tétmeccsére még várniuk kell az NK-s kosarasainak. A szegediek ugyanis péntekre hozták előre az eredetileg vasárnapra kiírt találkozót, az időpont azonban nem felel meg a nyíregyháziaknak. Ez egy egyoldalú mérkőzés módosítás volt, amit ugye nem tudunk elfogadni, bármi is történik, hogy a mi játékosaink viszont vagy dolgoznak, vagy iskolába járnak, vagy éppen vizsgaidőszak lévén vizsgáznak. Most így megy egy ilyen kisebb-nagyobb húzavonal körül a mérkőzés körül, hogy a Szeged vasárnap nem szeretne játszani, mi pénteken nem szeretnénk játszani, de egyébként hiába, tehát ez nem azon múlik, hogy szeretnék játszani vagy sem. Tehát ugye kicsiket azért nem engedik el, mert felvételiznek, a nagyok azért nem tudnak jönni, mert munkahelyek kötelezettségeik vannak, a főiskolások közül pedig hárman is éppen a vizsgaidőszak kellős közepén vannak, és olyan fontos vizsgáik vannak, ugye, amit nem lehet egyik helyről a másikra tologatni, főleg úgy, ugye, hogy a két ünnepkör sehol senki nem dolgozott, ugye ezt egy rövid január időszakban kell ezeket megoldani. Hát most pont egy padhelyzet van, pont úgy néz, hogy a hétvégén mégsem fogunk mérkőzést játszani. A mérkőzés időpontjáról a szövetség dönt majd. Az viszont biztos, hogy a következő fordulóban szabadnapos lesz az NKS, így jelen állás szerint január 31-én Debrecenben játssza az év első bajnoki meccsét Farkasinszky Gyulánné együttese.